Jó napot kívánok! Ez itt az utolsó előadása ennek a furcsára sikeredett fél évnek. Eddig ugye Kína múltjáról volt szó. Ebben az utolsó előadásban pedig azokat a problémákat, kihívásokat fogom végigvenni, amelyeket a jelenben, illetve a közeljövőben Kínának kezelnie kell. Ezek olyan problémák, amelyek önmagában nem. Fenyegetik, nem veszélyeztetik Kínának az egységét, a további fejlődését, a, a stabilitását, de hogyha nagyon rossz konstellációban állnak össze, akkor bizony komoly gondokat okozhatnak. Az első probléma, amit meg kell említeni, a gazdasági növekedésnek a lassulása. Ugye a, az elmúlt 40 évben Kína nagyon gyorsan növekedett, ez az ábra itt 92-től mutatja, hogy évről évre hány százalékkal növekedett a GDP-t, rajzoltam azért, mint a pirossal, a 10%-os állomhatárt, ez ugye azt jelenti, hogy 10% felett növekedett egy adott évben a GDP, hát bőven voltak ilyen évek, ugye a thanksgiving shoppingi déli körutazás után, 92 után volt néhány év, amikor bőven 10% felett növekedett az ország volt, hogy 15%-ot is elért a növekedés. Aztán ennek a 97-es valutaválság vetett véget. Ez ugye nem Kínát érintette, hanem ez az ázsiai valutaválság volt, ami a szomszédjait viselte meg inkább. De annyiban hatott Kínára, hogy 7-8-9%-ra esett a gazdasági növekedés. Hát ez is egyébként egy fantasztikus adat lenne mondjuk Magyarország számára, vagy bármely európai ország számára, mi nem nagyon szoktunk. 2-3-4%-nál jobban növekedni, de 3-4% az már óriási növekedésnek számít, tehát ez is ritka. Itt viszont ugye még a válság idején is 7-8-9%-a növekedett. Aztán ugye jött a WTO csatlakozás, úgy 2001 körül, és megint elszállt a kínai gazdasági növekedés, megint megközelítette a 15%-ot, ez a 2000-es évek, húgyintaú éveknek a nagy szabadsága, virágzása, nyitása, globalizálódása. Aztán jött a 2008-as globális világválság, ami szintén ugye nem igazán érintette Kínát közvetlenül, de közvetve igen, ugye az exportpiacai összeomlottak, tehát a kínai gazdaság is nagyon megviselte, és hát visszaesett, hogy 6-7 ra akkora gazdasági növekedés. Aztán persze gyorsan talpra az ország, és a, a visszapattanáskor volt megint egy ilyen 10 feletti Növekedés egy évig, aztán a 2010-es évek elejétől már látható, hogy folyamatosan lassul Kínának a gazdasági növekedése, 19-ben is 6% között volt, idén, idén valószínűleg, mármint 2020-ban valószínűleg ez alatt lesz jóval a kínai gazdaság növekedése. Ha nem lenne koronavírus, akkor is valószínűleg beesne 6% alá, de így aztán meg pláne, ez nagyon valószínű. Tehát most ugye fele akkora a gazdasági növekedés, mint a 2000-es évek jelentős részében volt, ami egy csomó problémát jelent, mert ez ugye azt jelenti, hogy nem termelődik annyi új munkahely, nem fokozódik annyival a, a hatékonyság, nem emelkedik annyival az életszínvonal, ahogy azt az emberek megszokták ami ugye azt jelenti, hogy miközben az emberek ugye ahhoz szoktak 40 éven keresztül, hogy a gazdasági növekedés az stabil és kiszámítható és magas, most így akadozik a motor, természetesen a 6%-os, de még 5%-os növekedés is egy fejlett országban óriásinak számítana, még egy közepesen fejlett országban is. De Kínában még ugye akkora területek vannak olyan elmaradottságban, hogy az komoly gond, hogy ilyen módon lelassult a, a növekedés, mert ez ugye azt jelenti, hogy a felzárkózási perspektíva, tehát az, hogy mondjuk hosszú is, vagy Tsinghai-ban is előbb-utóbb majd úgy fognak élni az emberek, mint Tsanghai-ban, az elveszni látszik, hiszen a növekedés az ellaposodott el. Laposodott, el lelassult, és ez ugye a, a, az egész vezetést arra készíteti, hogy, hogy megtalálja az útját, módját annak, hogy újra felpörgesse a gazdaságot, vagy hogy legalább ezt a 6%-os szintet megőrize. Itt az alap vető közgazdasági probléma az úgynevezett közepes jövedelem csapdája. Ez azt jelenti, hogy sok országgal megtörtént az elmúlt évtizedekben, hogy elértek egy bizonyos közepes szintű jövedelmet, egy bizonyos közepes szintű, mondjuk GDP per főt, de nem tudtak onnan tovább növekedni, hanem benn maradtak a közepes jövedelem csapdájába, nem tudtak már modernizálódni, és nem tudtak már olyan új lendületet venni, valami technikai újítástól, vagy hatékonyságnövekedéstől, vagy paradigmaváltástól, vagy bármitől, ami mondjuk a, a legfejlettebb országokkal megtörtént. Tipikusan én egyébként például Magyarország esetem is alapvetően meg vagyunk a közepes csapdájában, és hát akkor onnantól fogva az ember így szuttyog, így évi 1-2-3 százalékos gazdasági növekedéssel, de hát az, az azért nem az igazi, főleg Kínában nem, ahol máshol szoktak. És hát ezt a a közepes jövedelmi csapdát ezt nyilvánvalóan Kína mindenképpen el akarja kerülni, mert egyébként nem, nem lesz belőle olyan szuperhatalom, amire a kínai vezetők is meg, a kínai emberek is vágynak, hanem egy ilyen jó, közepes szinten megmaradnak, ami, a, ami az ambíciókkal ellentétben áll. Ehhez kapcsolódik a második probléma, a kínai modellnek a kifulladása, Tulajdonképpen ez okozza az első problémát. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 40 év kínai fejlődési modellje az arra épült, hogy olcsó munkaerővel viszonylag alacsony hozzáadott értékű termékeket állítottak össze. Magyarul laptopokat csavaroztak össze, meg zoknikat vartak, meg gumilabdákat fröccsöntöttek. Ezért ugye nem kaptak túlságosan nagy fizetést a dolgozók, nem seperbe be túlságosan nagy hasznot a kínai gyártulajdonos sem, de munkahelyek teremtek és produkálódott egy jelentős gazdasági növekedés, tehát ez az olcsó bérmunkán alapuló fejlődés, ez nem egy rossz perspektíva, egy bizonyos szakaszában a fejlődésnek. Valami ilyesmit csináltak a kis tigrisek, például Dél-Korea, Tajvan, Szingapur, Hongkong, valami ilyesmit csinált annak idején a nagyobb tigris Japán is. Tehát az, hogy egy ideig alacsony hozzáadott értékű termékeket állítunk össze olcsó munkaerővel, elsősorban exportra, ebben nincsen semmilyen ördögi, de nyilván egyetlen ország sem szeretné így élni az életét. Hosszú távon, tehát ezt néhány évig, évtizedig lehet csinálni, de utána már mindenkinek elege van abból, hogy még mindig gumilabdákat fröccsöntünk, pedig már eltelt 40 év, és a gumilabdával pedig majd a gazdag amerikai, meg európai gyerekek fognak játszani, és nem a mi gyerekeink, mert nekünk túl drága a gumilabda. Természetesen a gumilabda helyére bármi behelyettesíthető. És ugye ilyenkor a kis tigrisek, amikor eljutottak ebbe a szakaszba, akkor egy gazdasági struktúraváltást, paradigmaváltást hajtottak végre. Az olcsó munkaerőre, és alacsony hozzáadott értékre épülő gazdasági modellről átálltak egy magas hozzáadott értéket tartalmazó, sok kutatásfejlesztési eredményt felhasználó nagy, hatékonyságú high-tech termelésre. Ezt ugye sikerült megcsinálni a Tajvannak, dél Japánnak, Szingapúrnak, Hongkongnak is. De kérdés, hogy Kínának sikerül-e. Tehát Kína is már eljutott arra a szintre, hogy igazából ebben már sok fejlődési perspektíva nincsen. Tehát már sokkal több gumilabda nem kell a világnak, az, hogy még 5 milliárd laptopot össze Csavaroznak, az már nem lök rajta nagyot a kínai gazdaságon. Az lökne nagyot a kínai gazdaságon, hogyha nem összecsavaroznák a laptopokat, meg a mobiltelefonokat, meg a digitális fényképezőgépeket, meg az egyebeket, hanem ők találnák fel őket, ők uh, találnák ki az új technológiákat, ők dolgoznák ki az új szabványokat, és uh, az ő mintájukat követné a többi ország, és nekik már tulajdonképpen nem is termelők kéne, csak. Uh, tervezniük, meg dizájnolniuk, meg marketingelniük. Na most ez a folyamat az elkezdődött, ugye ismerjük a Huawei telefont, meg a többit, de uh, itt egy akkora országról van szó, hogy még mindig minimális ezeknek az új technológiáknak, új iparágaknak a szerepe a kínai gazdaságon belül, vagy ha nem is minimális, még nem földétlenül ezek a, a húzóágazatok, még mindig ott él a hagyományos feldolgozóipar, még mindig ott él a hagyományos mezőgazdaság, ugye nem kevesen élnek, még mindig mezőgazdaság, vagy a lakosság 40%-a még mindig vidéken lakik, tehát még mindig bőven élnek a régi, most már elavultnak számító gazdasági modellnek az elemei, és ezek most már kifulladtak. A hagyományos, úgynevezett régi gazdaság, ez már nem nagyon fejlődik sehova, és ahhoz, hogy a növekedést felpörgessék, és ahhoz, hogy az életszínvonalat tovább növeljék, és már ne 100 milliók dolgozzanak évbérért a gyárakba, hanem 100 milliók mondjuk, vagy legalább 10 milliók tervezzék az high-tech termékeket a légkondicionált irodákban, ehhez azért még nagyon messzi, nagyon hosszú utat kell Kínának bejárnia, de mindenképpen szüksége van egy modellváltásra, mert egyébként lemarad, egyébként nem tudja az ambícióit valóra váltani. Na most Kínának egy csomó belső problémája van, amit a reformistításnak a hatalmas fejlődése okozott. Ugye 70-es években Kínában nagyjából egyenlő módon rosszul éltek az emberek, tehát nem voltak nagy társadalmi különbségek, nyilván mondjuk így a pártvezetőket leszámítva, akik persze akkor is jól éltek, de hát ők néhány ezrelékét tették csak ki a népnek, a szegények meg a gazdagok között minimálisak voltak a különbségek, bár egyébként már akkor sem elhanyagolhatóak, tehát például a vidék meg a város között már a 70-es években is óriási különbségek voltak. De nem akkorák, mint most, mert amióta a pink szabadjára engedte a kapitalizmus szellemét a palaszból, és egyesek elkezdtek meggazdagodni, mások meg nem. Azzal hihetetlen mértékűre nőttek a gazdasági különbségek. Ez különböző hivatalos mutatók tekintetében Kínában az alsó rétegek meg a felső rétegek között nagyjából akkora a különbség, mint Amerikában, ami egy hatalmas különbséget jelent, hiszen ugye Amerika éppen arról híres, hogy alacsony az újraelosztás, és nem egyenlíti ki az egyenlőtlenségeket az állam. Valójában nem hivatalos adatok, beslések szerint Kína elég valószínűleg az USA-nál és egy jóval egyenlőtlenebb társadalom, leginkább ezekhez a dél-amerikai teljesen szétszakadt banánköztársaságokhoz lehetne hasonlítani. Ez ugye egy dél amerikai banánköztársaságban nem olyan nagy probléma, de Kínában igen, hiszen ugye az a kommunista párt, amely az országot vezeti, az azzal a céljal jött létre most már lassan száz éve, hogy megvalósítsa az egyenlőséget. És ahelyett, hogy a kínai társadalmat egyenlővé tette volna, ahelyett a világ egyik legegyenlőtlen társadalmát hozta létre, tehát bármelyikünk elmegy Kínába, ugye azt láthatja, hogy ott az aranyozott ferrari száguldoznak az új gazdag hülye gyerekek, miközben emberek nyomorognak a utcákon, nem tudom, félták a rizsért koldulva. Nyilván ezek a végletek, de ismerjük Kínát, tudhatjuk, hogy mekkora a különbség mondjuk egy Shenzhen, meg egy kis belső kínai belső tartománybeli falu között elképesztő, elviselhetetlen mértékű különbségek vannak, amik ugye főleg azért elviselhetetlenek, mert ugye az ország ideológiája az az egyenlőségre kéne, hogy épüljön, hiszen ugye a kommunizmus az azt jelenti, hogy minden ember egyenlően részesül a javakból. Ezt ugye, ezt az ellentmondást, ezt a problémát, ezt ugye Tengsjöping azzal próbálta feloldani, amikor elkezdett szétszakadni alatt a kínai társadalom, hogy hát egyesek előbb gazdagodnak meg, de aztán majd a többiek is fogják követni. Szóval ez megvan, van magyarázva, de ez nem biztos, hogy mindenkit vigasztal. Másrészt pedig ez addig működik, eddig egyébként ez működött, de ez addig fog működni, amíg a szegények előtt is ott van a perspektíva, hogy ők, vagy esetleg a gyerekeik, vagy az unokáik már jelentősen jobban élhetnek, mint most. Tehát van gazdasági fejlődés. Tehát addig az egyenlőtlenségeket elbírja a társadalom, amíg mindenkinek valamivel javul az élete, vagy majdnem mindenkinek valamennyivel javul az életszínvonal, csak van, akinek sokkal javul, van, akinek kevéssel javul, de mindenki előtt ott van a perspektíva, hogy mivel a gazdaság fejlődik, mivel új, meg új lehetőségek nyílnak, mivel mindenki lépked előre, mivel az ország növekszik, ezért, a, ha mi még nem is, de a gyerekeink vagy az unokáink már esetleg szintén aranyozott ferrari fognak rohangálni, annak ellenére, hogy mi még egy vályokunyhóban lakunk és a földet túrjuk. Most ezért is fontos a gazdasági növekedésnek a fenntartása, mert hogyha ezt a perspektívát elveszik az emberekből, emberektől, hogy a növekedés az megállíthatatlan és örökké tartani fog, és előbb-utóbb mindenki részesedik belőle, hanem megáll a növekedés, és akkor úgy maradnak a különbségek, ahol, ahogy vannak, akkor bizony komoly társadalmi elégedetlenség problémák lehetnek. Következő fontos feladat, amit meg kell oldani a, a kínai rendszernek, a korrupció, ugye ez egy olyan terület, ami ellen nagyon keményen fellép Xi Jinping, és láthatóan vannak sikerei is, tehát érzékelhetően a kínai hivatalnokok pazarlása csökkent. Ezt onnan lehet tudni egyébként, hogy maguk a hivatalnokok is panaszkodnak, másrészt pedig csökkent a hivatalnoknak jelentkezők száma, hiszen a korrupciós lehetőségek nélkül már nem olyan vonzó a hivatalnoki pálya, ugye a fix havi fizetés az nem olyan magas egy alacsony vagy közép Szintű, de még egy magasrangú hivatalnoki állásban sem, amekkora teherrel, felelősséggel jár egy ilyen e, állás. A kérdés az igazából az, hogyha véget ér a korrupció ellenes kampány, akkor mennyire fog visszatérni a korrupció. E, mert hogy a korrupció az be van építve abban a szempontból a rendszerbe, hogy az állam ugye óriási erőforrások felett rendelkezik. államhivatalnokok hivatalnokok mondják meg, hogy ki, kaphat ingatlant, ki nem kaphat ingatlant, ki épített lakóparkot, ki nem épített lakóparkot, ki, nek, ki kap engedélyt arra, hogy valamit gyártson, ki nem kap engedélyt, hogy gyártson valamit, tehát nem ilyen előre lefektetett szabályok és magántulajdon adja a gazdaságnak az alapját, hanem az állam, ugye az államon keze, illetve az állam nevében az állami hivatalnokok osztogatják az engedélyeket, a kegyeket, a ingatlan használati jogokat, kereskedelmi jogosultságokat, egyebeket, és amíg ez fönnáll, addig óriási lesz a kísértés a hivatalnokok számára, hogy a saját zsebükre is dolgozzanak. És per pillanat, ugye a korrupció ellenes kampány közepén ennek kevesebb jelét látjuk, de abban azért nagyjából biztosak lehetünk, erre utal az elmúlt néhány ezer évnek a kínai tapasztalata, hogyha véget ér a kampány, akkor a korrupció vissza fog térni. Az viszont gyengíti a pártnak, a rendszernek a legitimitását, hiszen ugye azt hirdeti magáról a rendszer, hogy itt bizony tiszta kezű káderek, hivatalnokok vezetik a kínai népet. Következő jelentős probléma a környezet állapota. Erről sokat hallhatunk a nyugati sajtóban is. A kínai víz, a kínai levegő és a kínai talaj jelentősen el van szennyezve. Ugye a kínaiak gyakorlatilag hoztak egy döntést, vagy legalábbis a kínai döntéshozók hoztak egy döntést, aminek az volt a lényege, hogy nem törődnek a környezetvédelemmel a gazdasági fejlődésnek abban a szakaszában, amely 80-as, 90-es, 2000-es években jellemezte Kínát, mert hogyha törődnének vele, akkor egy csomó pénzt kéne költeni környezetvédelemre, az beépülne kínai termékeknek az árába, az kevésbé lenne versenyképes a világpiacon, tehát kevesebb kínai terméket vennének a külföldi országok, ha az viszont ugye, csökkenteni a kínai gazdasági növekedést, tehát bevállaljuk azt, hogy mindent elszennyezünk, mindent feláldozunk, azért, hogy a termékeink versenyképesek legyenek, és a világpiacot el tudjuk árasztani Made in China cuccokkal. Most ez egy Legitim stratégia tulajdonképpen, és itt el kell mondani, hogy ugyanezt csinálták az angolok a 19. században, meg az amerikaiak, meg aztán a japánok is az 1950-es, 60-as években, hát akkor nem volt koszosabb, büdösebb ország a világon, mint Japán, csak aztán amikor ezen túljutottak, akkor kipucolták az, ezeket az országokat, tehát hosszú távon nyilván maradtak maradványai az akkori szennyeződésnek, de mondjuk ma már mondjuk egy angol iparváros, ez nem úgy néz ki, mint a Dickens időben a 19. században. És egy ilyen jellegű korszakban volt Kína az utóbbi években is. Egész egyszerűen, a, hogyha választani kellett, már pedig választani kellett, hogy gazdasági fejlődés vagy környezetvédelem, akkor a gazdasági fejlődést választották, azt gondolták, hogy az, hogy legyen mit ennünk, és ne halljunk éhen, az fontosabb az, hogy legyen mit belélegeznünk. Nem biztos, hogy ez jó döntés volt. Minden esetre a 2010-es években már nagyon uh, komoly erőfeszítéseket tesz az ország annak érdekében, hogy uh, picit javítson a környezet állapotán. Rész sikereket már értek el. Uh, Hatalmas beruházások történnek szélenergiába, napenergiába, egyéb megújuló energiaforrásokba, passzív házak épülnek a legsúlyosabban szennyezett városokban, forgalmi korlátozásokat vezetnek be, a forgalomba helyezhető autók számát limitálják. Tehát most már egy csomó olyan intézkedés van, ami azt a szél szolgálja, hogy Kínát is úgy kipucolják néhány évtized alatt, mint ahogy Japánt sikerült a 70-es évek óta nagyjából megtisztítani a korábbi szennyeződésnek a, a, a nyomaitól, de ez egy évtizedes folyamat lesz, és, és nem teljesen egyértelmű az irány, mert uh, az igazán drasztikus intézkedéseket nem hozták meg, például az energia mixben, tehát a, a felhasznált energiaforrás szerinti lebontásban még mindig a szén az uralkodó, tehát Kínában a legtöbb energia az szénből, legtöbb elektromos áramot szénből termelik, és nagyon sok helyen szénnel fűtenek, bár pedig a szén eltüzelése az egyik legkörnyezetszennyezőbb dolog, ami csak létezhet. Komoly problémát jelent Kínának a demográfiai helyzet, amit akár válságosnak is lehet nevezni. Itt ugye arról van szó, hogy az 1950-es, 60-as években Mao alatt az volt a politika, hogy minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk, tehát asszonyok szüljetek gyereket, férfiak nemzetek gyerekeket. És ebben az időszakban egy hatalmas baby boom valósult meg Kínában, egy házaspára 5 egész valamennyi gyerek jutott, tehát egy átlagos kínai családban több mint 5 gyerek volt, ez ugye azt jelenti, hogy az 50-es évek meg a 80-as évek között duplájára növekedett Kínának a lakossága. A 70-es évek végén hatalomra került vezetők elkezdtek matekozni, és rájöttek, hogyha így folytatódik tovább Kínának, a kínai embereknek a szaporodása, akkor ki fogják nőni az országot, egész egyszerűen néhány évtizeden belül Annyian lesznek, hogy Kínán belül nem állítható elő a legmodernebb eszközökkel sem annyi élelmiszer mennyiség, amennyi ezeknek a hatalmas tömegeknek az élelmezéséhez elég. Tehát meg kell állítani a túlnépesedést, mert egyébként éhinségek lesznek. Ezért aztán bevezették 1970-es évek legvégén, 1980-as évek legelején a születésszabályozási politikát, ez az, amit nyugaton kicsit leegyszerűsítve egy gyermek politikának neveznek. Ennek a lényege az az, hogy a városi házaspárok számára csak egyetlen egy gyerek vállalását engedélyezik, a vidéki házaspárok számára pedig két gyerek vállalását engedélyezik abban az esetben, hogyha az első az fogyatékosra vagy lányra sikeredett. Tehát, hogyha valakinek az első gyereke az fogyatékos, sérült, vagy pedig lány, akkor megpróbálkozhat egy újjal. Ez oda vezetett, hogy a 80-as években lezuhant a természetes szaporodási ráta, és a 90 es években beállt egy ilyen másfélre, ami azt jelenti, hogy egy kínai házaspárnak átlagosan másfél gyereke van. Nyilván van, akinek egy, van, akinek egy se, meg van, akinek kettő. Ez a politika az nem teljesen országos volt, tehát itt igazából ilyen területi kótákat adtak meg, hogy megmondták, hogy az XY tartományban hány gyerek születhet a következő évben, és akkor az, hogy ott konkrétan milyen rendelkezéseket hoztak, hogyan érték el, hogy csak annyi gyerek szülessen, az adott tartományban döntötték el. Volt egy csomó kivétel, például a a nemzeti kisebbségek közül a veszélyeztetettebbek, a kisebb nemzeti kisebbségek azok sok gyereket vállalhattak, de a nagyobb nemzeti kisebbségek is legalább két gyereket vállalhattak, akkor is, hogyha városlakók voltak. Aztán a 2000-es évek elején olyan enyítéseket is bevezettek, hogyha mondjuk mind a két szülő egyke volt, és városiak voltak, akkor vállalhattak két gyereket, aztán voltak olyan városok, ahol elég volt az, hogy az egyik szülő egy kell legyen, akkor is vállalhattak két gyereket. Tehát a, a konkrét rendelkezések azok helyről helyre változtak. Összességében ez a másfeles arány jött ki, ami ugye nem teszi lehetővé a társadalomnak a reprodukálását, hiszen ahhoz legalább két gyerek kéne, hogy szülessen egy házaspártól, hogy anyja maradjanak, ahányan vannak. Ennyi bőven nem születik, tehát olyan 1,5. 1,4-1,5 körül alakul a természetes szaporodási ráta, ami viszont ugye rengeteg problémával jár. A legfontosabb ezek közül az előregedés, vagyis az, hogy az aktív korosztályoknak a lélek száma az csökken, az már jó néhány éve csökken, míg a nem dolgozó korosztályoknak a száma, és azon belül elsősorban is az időseknek a száma az jelentősen növekszik. És egyre kevesebb dolgozó embernek kell egyre több nyugdíjast, Egyre több nyugdíjas korú embert ellátni, hiszen nem biztos, hogy minden idős nyugdíjas, mert nincsen mindenkinek nyugdíja most ez egy óriási terhet fog jelenteni a következő években a társadalomra. Itt, itt láthatjuk ezen az ábrán az arányt, hogy hány dolgozó lévő felnőtt jutott a egy idősre. Ugye 2000-ben még 6,5 ember tartott el egy idős embert. Mostanában már csak a fele, 3,8 és 2050-ben már, hogyha így mennek tovább a trendek, akkor 1,6 dolgozó embernek kell majd eltartania egy időst, ami egy borzalmas arány, az a világ egyik legrosszabb aránya lesz. Ez ugye azt jelenti, hogy ezeket az idős embereket el kell tartani a következő években, évtizedekben, Amihez ki kell építeni egy nyugdíjrendszert, ez ugye az egészségügyi költségeknek a növekedéséhez is fog járni, hiszen az emberek tipikusan időskorukban betegek. Valahogy enyhíteni kell a családoknak a terheit, ahol ugye az egyke gyerek tartja el a két szülőjét, meg a négy nagyszülőjét, ezt hívják négy-kettő egy problémának. Tehát valamit ki kell találni, hogy hogyan tudnák ezt a hatalmas idős tömeget eltartani, ez pedig nem könnyű, tehát ez a világon sehol sem ment könnyen, és ráadásul Kína helyzete nagyon speciális abból a szempontból, hogy ez az első jelentősebb ország, amely előbb öregedett el, mint hogy meggazdagodott volna. Tehát máshol, Nyugat-Európában, Amerikában, Japánban az a tipikus modell, hogy egy ország elkezd viszony gyorsan iparosodni, modernizálódni, fejlődni, meggazdagszik, aztán a gazdagságba így belepunyadnak az emberek, nem vállalnak gyereket, és e, elkezdenek szaporodni az idősek és fogyni a gyerekek. De ekkor ugye az országnak már jelentős tartalékai vannak, hiszen meggazdagodott menet közben. Kínában viszont még így a megazdagodásnak a legelején, ugye 80-as évebe kezdődött a egyke politika, vagy másfélke e, politika. És még a mai napig nem nevezhető gazdag országnak Kína, hát így a közepesen fejlett országok listájának is így a, 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 az alján van. Viszont az előregedés az már olyan mértékű, mint egy magasan fejlett országban, és ez egy történelmi precedens nélküli helyzet. Valahogy meg kell oldani, hát nyilván az öregeket nem lehet hagyni éhen halni, főleg egy olyan konfuciánus társadalomban, mint a kínai. Megézem egyébként, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a gyerek szám esését csak az egy gyerek politika okozta. Általában erre szokták fogni, és azt szokták állítani a kínai hivatalnokok, hogy 400 millió gyerek meg nem születéséhez járult hozzá az egy gyerek politika, tehát most már így a 2 milliárdhoz közelítenének, hogyha nincs ez a policy. De ugye az egyerek egy politikának, vagy a születésszabályozási politikának a bevezetése az egybeesett a piacosítással és a polgárosodás, a középosztályosodás elindulásával is, és hát azt látjuk a világon máshol is, hogy ahol ilyen folyamatok beindultak, mint Kínában, egy urbanizáció, fejlődés, életszínvonal növekedés, piaci erőtérnyeréssel magáncégeknek a felfutása, stb. 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 az önmagában is mindenféle administratív vagy törvényi beavatkozás nélkül a gyerekszám zuhanásához vezetett máshol is. Másképp fogalmazva, a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló És hát Kínában a 80-as években bizonyos szempontból megjelent már a kapitalizmus, tehát elképzelhető, hogy a gyerekszám akkor is drasztikusan leesett volna, hogyha nincs Ilyen durva születésszabályozási politika. Problémát jelenthet Kínának, a kínai vezetőknek a saját közvéleményüknek a nacionalizmusa. Ugye a nacionalizmus az egy olyan kártya, amelyel a kínai vezetők már 1949 óta játszanak, tehát az egész népköztársaság, a kínai népköztársaság az nem a proletár internacionalizmus szellemében született, hanem ezt egy kifejezetten nemzeti nacionalistának nevezhető irányzata vitte sikerre a kommunizmusnak. Ugye Mao volt a nemzeti kommunista a moszkovitákkal szemben a kínai kommunista párton belül, és hát egyértelműen Mao kerekedett felül, és ezzel a nemzeti kommunisták kerekedtek felül, és ők alapították meg a, a és ezek a nemzeti kommunisták, ezek igazából nem nagyon törődtek más országok proletariátusával, tehát ők a, a saját kis kommunizmusukat, a saját országukat akarták felemelni, és itt tulajdonképpen a kommunizmust sok szempontból csak egy eszközként használták a nemzeti céloknak a megvalósítására. Ők komolyan, valószínűleg az első nemzeti, komolyan abban hit, hogy a kínai nemzetet a Kommunizmus által lehet felemelni. Tehát itt a kommunizmus az nem is föltétlenül cél volt, hanem eszköz. Minden esetre a, a nacionalista ideológia az kezdettől fogva fontos szerepet játszik a hivatalos ideológiában, mindig annak az egyik lába. És ráadásul, ugye, amikor a 80-as években megkezdődtek a reformok, kialakult egy ideológiai szellemi vákum Kínában, ugye a maoizmus, a maoi eszmék azok elvesztették az érvényességüket, azokat szépen kidobták, mert azok csak pusztuláshoz vezettek, pusztításokhoz vezettek. A régi kultúrát, a konfucianizmust, a kínai hagyományokat ugye évtizedeken keresztül írtották és próbálták megsemmisíteni, a nyugati izmusokat próbálták távol tartani, és hát nem nagyon volt más, kellett valami, ami összefogja az országot valamiféle közös szellemi vezérfonalat jelent, ez pedig a nacionalizmus lett, tehát a 80-as évektől fogva különösen erőteljesen nacionalistának nevezhető a kínai rezsim és a kínai média propaganda kommunikáció. Itt a nacionalizmus nem negatív jelzőként használom, hanem hiszen tényszerűen megállapítom, hogy a nemzeti kérdés, a nemzeti érdek, a nemzet felemelkedése, a kínai nemzet, mint olyan, az központi szerepet játszik az oktatásban, a médiában, a filmekben, a kultúrában, mindenben. Na most a probléma az az ezzel, hogy ez egy kétélű fegyver a nacionalizmus, tehát ezt lehet használni a rendszer védelmében és a rendszer céljai érdekében, de adott esetben a rendszer ellenében is lehet használni. Például akkor, hogyha a nacionalista néptömegek túl puhának tartják a vezetést egy nemzetközi konfliktusban. Mert hogy megesett olyan, hogy mondjuk a, a japánok éppen kiadnak valami olyan tankönyvet, ami a kínaiaknak nem tetszik, akkor ugye ilyenkor a kínai kormány az tiltakozik, és behívatja a japán nagykövetet, és átadnak neki egy tiltakozó jegyzéket, meg mond pár csúnyát a kínai államelnök, vagy a miniszterelnök, vagy a pártfőtitkár a japánokra, de egyébként mást így nem nagyon tudnak tenni, hát mit tudnának tenni a japán tankönyvügyében a kínai vezetők, viszont előállhat olyan helyzet, hogy a néptömegek azok nem elégednek meg azzal, amit a vezetést tesz, mert ők mondjuk Japán vért szeretnének látni, vagy azt szeretnék, hogy a, nem tudom, a kínai akadót esetben álljanak bosszút a japánokon a második világháború sérelmek miatt. Ezt ugye reálpolitikusként a kínai vezetők nem fogják bevállalni, tehát ők nem akarnak egy konfliktusba keveredni, fegyveres konfliktusba keveredni Japánnal, meg a mögötte álló Egyesült Államokkal. És akkor kialakulhat egy olyan kép, hogy hát a mi vezetőink azok nem képviselik eléggé a nemzetet, ők nem is rendes kínaiak. -ja. Kéne egy erőteljesebben nacionalista kormányzat, vagy a párton belülről hatalomra segíteni egy nacionalistább szárnyat, vagy esetleg egy másik nacionalistább mozgalmat ültetni a helyére. Persze most csak spekulálok, tehát ilyen konkrét követelések nem jelennek meg, de nagyon úgy tűnik, hogy a kommunista párt nagyon érzékeny a saját tömegeinek, különösen a városi középosztály nacionalista megnyilvánulásaira, és igyekszik megfelelni nekik. Tehát a közvélemény egyre egyen keményebb, asszertívabb, néha agresszívabb érdekérvényesítő irányba lögdösi a kínai vezetést, ami kénytelen megfelelni neki, hiszen még a kínai vezetés sem tud meglenni a saját közveleménye támogatása nélkül. Ez viszont baj, mert ez oda vezethet, hogy Kína konfliktusokba fog keveredni, olyan konfliktusokba, amit esetleg a vezetői saját jószándokokban nem vállaltak volna, mert ők átlátják a lehetséges következményeket, viszont a közvelemény nyomására kénytelenek voltak bevállalni ezeket. Problémát jelenthet, a középosztály megjelenése és öntudatosodása nem biztos, hogy ez problémát fog jelenteni, de más kelet-ázsiai országokban azt láttuk, hogy ahol kialakult egy olyan középosztály, mely már nem teljesen az államtól függött, amelynek már volt saját tulajdona, saját jövedelme, saját megtakarításai, versenyképes nemzetközi tudása, akinek a gyerekei már a Hárvádra jártak, meg az MIT-re jártak. Ez a, a középosztály, ez mondjuk Dél-Koreában vagy Tajvanon már nem fogadta el azt, hogy dönthetek arról, hogy melyik amerikai egyetemre küldöm a gyerekemet, meg dönthetek arról, hogy melyik cégnek a részvényeiből vásárolok, de arról nem dönthetek, hogy ki legyen a önkormányzatban a én háztömbömnek a képviselője, vagy ki legyen a polgármester, vagy ki legyen a miniszterelnök. Ugye Dél-Koreában is, meg Tajvanon is. Mert ilyen katonai diktatúrák uralkodtak sokáig, és ezeknek a lebontásában kulcs szerepet játszott a középosztály, aki szeretett volna beleszólni a politikai hatalom ügyeibe is, a politikai hatalom elosztásába is, miután ugye a gazdasági hatalmat már megszerezte. Na most sokan várták már a 2000-es évekre, hogy a kialakuló középosztály megpróbál beleszólni a politikába Kínában is. Ez egyelőre nem történt meg. Elsősorban valószínűleg annak köszönhetően, hogy ezt a középosztályt a három képviselet elv jegyében a kínai kommunista párt beintegrálta saját magának, tehát bevette a tőkéseket, a középosztálybelieket, az értelmiségieket, egye, egyebeket a, a párt sorai közé, és ott már mint párt tagok a, a párton belül vívják a, a csatáikat a harcaikat, az érdekérvényesítő küzdelmeiket, és ezért nem fenyegetik a párthatalmát, hiszen belülről ügyködnek a pártpolitikájának az esetleges módosításán, vagy a párton belüli befolyásszerzésen. De nem lehet tudni, hogy ez meddig fog tartani, és hogy nem következik ebbe egy olyan pszichés fordulat ebben a középosztályban, amely már nem ilyen, ilyen faramúci módon szeretne részesedni. A, a hatalomból, vagy akinek kommunista párton belülről, hanem esetleg más módon. Van még egy ok, ami miatt valószínűleg a középosztály egy, egyelőre nem fenyegeti a pártnak a hatalmát, ez pedig az, hogy alapvetően a párt a középosztálynak az érdekeit képviseli, a középosztály érdekeit e, szolgálja a társadalom alján lévő sok százmilliós rétegekkel szemben. De Kínában van egy 300-400 milliós középosztály, és van egy ennél néhány százmillióval nagyobb alsó réteg, amiben beletartoznak a vidéken maradt parasztok, meg beletartoznak azok a vándor vándormunkások, migráns munkások, akik ugye százmillió számra költöztek be a városba, és ott végzik a kisegítő munkákat, meg ott csavarozzák össze a dolgokat a külvárosi gyárakban, Sort, ugye alapvetően él másodrangú állampolgároknak számítanak. És a rendszer az tulajdonképpen a, a városi középosztálynak a privilégiumait védi, biztosítja ezekkel a valószínűleg elégedetlen százmilliókkal szemben, hiszen Kínában most egy e, jól menő, e, nem tudom, IT cég középvezetőjének lenni, az, az tök jó dolog, míg egy szegény parasztnak lenni e, nem jó dolog, és ha a rendszer szabadon engedni a szegény parasztoknak az indulatait, és mondjuk megindulnának a 100 milliós tömegek a városok felé, abban bizony az IT cégnek a menedzsere nagyon rosszul járna, ezért az IT cég menedzserének az az érdeke, hogy maradjon a hogy maradjon a jelenlegi rendszer, mert hogyha kitör a káosz, az neki biztosan rossz lesz, és ezért aztán a stabilitásnak és ezzel a rendszernek a támogatója lett a középosztály. Tehát a középosztály az abban érdekelt, érdekes módon, hogy fennmaradjon a jelenlegi rendszer, mert a jelenlegi rendszer védi meg őket az átalakulásoknak a veszteseitől. De, hogy ez örökké így lesz ez, ezt természetesen nem tudhatjuk. És végül, de nem utolsó sorban érdemes szólni a külső környezetről, nevezetesen arról, hogy míg, amíg Kína egy ilyen kellemesen növekvő, de csendes partner volt a világ számára, aki olcsón szállította a Barbie babákat, meg a bicikli pumpa alkatrészeket, meg a sejenbúgyikat, de nem nagyon akart beleszólni a világ dolgaiba, addig nem sok vizet zavart, és addig mindenki szerette Kínát. Viszont az elmúlt nagyjából egy évtizedben, különösen a 2008-as világválság után, ami ugye a nyugati világnak az önbizalmát és a pozícióját jelentősen megingatta, míg Kínáit megerősítette. Tehát azóta Kína elkezdett nagyhatalomként viselkedni, nem is föltétlenül e, tudatos döntés eredményeképpen, hanem egész egyszerűen belenőtt egy nagyhatalmi státuszba szerepbe, és azóta már sokakat zavar itt a sokak alatt elsősorban természetesen az Egyesült Államokat, illetve annak a térségbeli szövetségeseit, leginkább Japánt értem. Tehát a szemünk előtt van kibontakozóban egyfajta hidegháború, egy új hidegháború, most már a Kínai Népköztársaság és az Amerika vezette szövetség között, ami rengeteg konfliktushoz vezethet aminek olyan megnyilvánulásai vannak, mint mondjuk a Donald Trump által indított kereskedelmi háború, ami teljesen logikus fejleménye a kínai-amerikai kapcsolatok kiéleződésének. Tehát az, hogy Donald Trump kifejezetten Kína ellenes retorikát folytatott már a kampányában, és folytat most is, és elnökként ugye kereskedelmi háborút hirdetett, meg most ugye a koronavírus járvány miatt rúgdossa a kínaiakat, ez nem Donald Trumpnak a Donald Trumpságából fakad, ez nem azért van, mert ő egy olyan elnök, aki speciál nem kedveli a kínaiakat, ez még nem is biztos, hogy ez igaz, hanem ez abból fakad, hogy egész egyszerűen a egy globális csárdában most már két dudás akar megférni, eddig egy tudás volt az amerikai Egyesült Államok, legalábbis 1990 óta, és ezt nagyon élvezte ezt a helyzetet, de hát most már fölnőtt mellé egy másik dudás is, ugye vásárló erőparitáson már nagyobb a kínai gazdaság, mint az amerikai, már repülőgép hordozói vannak a kínaiaknak, már jelen van mindenhol a világon, már az afrikai országoknak Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere, a közép országoknak Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere, az egész világot high-tech termékekkel is elkezdte Elárasztani Kína, most már bizonyos a jövőt megalapozó technológiákban, mint az 5G piacvezetőnek számít Kína. Tehát összességében fenyegeti az Egyesült Államoknak a hegemon pozícióját a jelenlegi világrendben, ami egyértelműen konfliktusokhoz fog vezetni. A konfliktusoknak az egyik legpuhább formája az a kereskedelmi háború, amit mostanában, elmúlt években láthatunk, de lehetnek még sokkal e, súlyosabb e, konfliktusok, összeütközések, és nagyon sok minden, ami a világon mostanában történik, az már ennek az új hidegháborúnak, már ennek a kínai-amerikai versengésnek az egy, a mellék vagy következménye, vagy megjelenési formája. Tehát a verseny a kínaiak meg az amerikaiak között a zajlik. Most ez e, nem föltétlenül jó Kínának, hiszen például a kereskedelmi háború komoly károkat okozott a kínai gazdaságnak, egy e, súlyosabb konfliktus esetleg e, lekötne kínai haderőket, egy e, olyasfajta blokk, ami mondjuk arra irányulna, hogy Kínát elzárja a keleti tengerektől, mondjuk egy -e a Japán, Dél-Korea, Tajvan, Fülöp-szigetek, esetleg Vietnám esetleg még India jellegű összefogás Kína ellen, Kína bekerítésére, az halálos fenyegetés jelentene Kínának. Tehát rengeteg olyan kockázati tényezőt jelent Kína számára, akaratlanul is a saját felemelkedése, amivel korábbi vezetőknek nem kellett szembesülni. Tehát egy, mondjuk egy Jiang Zeminnek, vagy egy Tang Xiaopingnek, vagy egy Mao Zedongnak még nem kellett azzal a problémával, foglalkoznia, hogy Kína túlságosan erős, és ezért a, a világ többi hatalma megpróbálja őt visszaszorítani. A jelenlegi vezetőknek, meg a jövőbeli vezetőknek ezzel is számolniuk kell, hogy a külvilág az korán sem teljesen barátságos velük. Felsoroltam tehát azokat a problémákat, kihívásokat, feladatokat, amikkel valamit kell kezdeni a Kínának. Ezeket megoldani nem fogja, valószínűleg egyiket sem tudja igazából megoldani, de Együtt élni velük olyan módon, hogy kordában tartja őket, az szükséges és nagy valószínűséggel megoldható is. Tehát, hogyha megnézzük az országnak a kilátásait, azok az előbb említett problémák ellenére sem rosszak. A gazdasági fejlődése Kínának még mindig jelentősen nagyobb, mint az USA-nak, és ennek megfelelően valamikor a belátható jövő időnben. Be fogja érni nominális GDP-ben is az USA-t. Ahány előrejelzés van, ahány intézet közül ilyen beslést, annyiféle évszámot kapunk, 2025, 2030, 2040, 2022, tehát bármiféle, mindenféle előrejelzések előfordulnak, de a lényeg az, hogy azt senki nem nagyon vonja kétségbe, hogy a következő években, esetleg egy-két évtizeden belül Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága minden szempontból. Nyilván ez önmagában még nem fogja teljesen átalakítani a világot, tehát nem lesz más világ aznap, amikor megjelennek az újságok, hogy a mai napon Kína lehagyta az USA-t nominális GDP-ben is, de azért mégiscsak egy teljesen új világ lesz, hiszen még soha nem fordult elő, így a, a újkorban korban és a legújabb korban, hogy egy nem nyugati hatalom a leg nagyobb gazdaság a világon, és természetesen a gazdaságot ugye katonai befolyás, politikai befolyás, egyebek is követik. Tehát az USA-nak a lehagyása az valószínűleg be fog következni. Most az említett problémáknak a kezelését nagyban elősegíti az, hogy a vezetés tisztában van velük. Nagyon sok kritikus valami miatt úgy vélekedik a kínai vezetésről, hogy azok valami olyasfajta vezetők lehetnek, mint az 1970-es, 80-as éveknek a szovjet vezetői, akiknek már így a taknyuk nyáluk összefolyt, és azt se tudták, hogy hol vannak, de még így ragaszkodtak a hatalmukhoz, meg a kommunizmushoz. Most ennél sokkal távolabb nem lehetnénk az igazságtól. A kínai vezetők a világ legjobban képzett, legversenyszerűbb körülmények között kiválasztott vezetői, akik természetesen tisztában vannak az ország előregedése jelentette problémákkal, tisztában vannak a környezetszennyezése jelentette problémákkal, tisztában vannak az új hidegháború kitörésével járó problémákkal, tehát nincsen egy, nem láthatunk olyat, hogy hát a kínaiak azért csinálják ezt meg, ezt mert nem ismerik fel a problémát, ők pontosan tudják, hogy mi a baj, és gőzerővel dolgoznak a megoldáson, vagy ha nem is a megoldáson, mert olyan nagyon sokszor nincsen, hanem a kezelésén, tehát hogy minden ilyen problémát kordában tudjanak tartani, minden problémát a kezelhetőség határain belül tudjanak tartani. Ezen hatalmas think tankek, kutatóintézetek, Szervezetek, minisztériumok, hivatalok, hatóságok, egyebek dolgoznak, hogy minden problémával kapcsolatban a lehető legideálisabb vagy a legkevésbé rossz döntéseket hozzák meg. És ugye az elmúlt 40 évben sikerült elkerülni a nagyobb katasztrófákat, pedig 40 éve is bőven fel lehetett volna sorolni ezer meg ezer dolgot, amiben belebukhat a rendszer. Jó esély van rá, hogy ez a következő 40 évben is menni fog. A rendszernek a stabilitását jelentősen alátámasztja az, hogy a kínaiak általános tapasztalata szerint a káosz a legrosszabb dolog, ami az országgal történhet. Tehát természetesen van mindenféle rendszernek mindenféle problémája, de az igazi problémát az azt jelenti, hogyha szétesik az ország, mert akkor milliók, tízmilliók halnak meg. Ugye láthatunk már ilyet a történelemben minden dinasztia bukást, hatalmas vérengzések kísértek, és ezért a kínai emberek nagyon sokáig hajlandóak elmenni az éppen fönnálló rendszernek a támogatásában, hiszen úgy vannak vele, hogy amíg van rendszer, és az alapvetően az alapvető kereteket működtetni tudja, az sokkal jobb, mint hogyha szétesik a rendszer, és akkor kitör a káosz, és akkor itt a hadurak fogják lemészárolni a szomszéd hadúráságnak a lakosságát, mert annál rosszabb nincsen. És ez, hogyha megfordítjuk a dolgot, ez nagyon megerősíti a kínai kommunista pártot, tehát nagyon sok mindent hajlandóak az emberek a jelenlegi rendszertől elviselni. Tehát még, még egy olyan esetben is, hogyha mondjuk megállna a gazdasági fejlődés, hogyha komolyabb, nem tudom, környezeti katasztrófák, természeti csapások következnének be, amit nem tud a rendszer megfelelően kezelni, még akkor is, ő magában az, hogy ezt mindenki tudja, hogy most ez a rendszer van, és ez azért úgy, ahogy nem működik, egyébként nem is működik rosszul imánköz szólva, de nyilván van egy csomó kevésbé elviselhető eleme is neki. De amíg ez ez van, az sokkal jobb, mint hogyha ez se lenne, mert hát, hogyha nem ez van, akkor mi van, akkor, akkor szétesik az ország, és akkor, akkor viszont élnek katasztrófa van. Természetesen mindenben az is szerepet játszik, hogy a KKP nagyon gondosan ugyan arra, hogy nehogy fölnőhessen mellé a konkurencia mondjuk egy ellenzéki párt képében. És hát a történelmi tapasztalat is azt mutatja, hogy Kína azért tudja kezelni egyrészt a nehéz helyzeteket, másrészt pedig azért az elmúlt 2000 évből, 1800 éven keresztül a világ legnagyobb gazdasága, az egyik legbefolyásosabb hatalma, a legnagyobb területű, egyik legnagyobb területi biro birodalma volt, tehát van eh, nagyhatalmi tapasztalata, van birodalmi tapasztalata a Kínának. Ráadásul az elmúlt ezer évben az egységnek az időszakai azok jóval hosszabbak voltak, mint a káosznak, az összeomlásnak a korszakai. Hát a, a, egyes dinasztiák bukása után meglepően gyorsan helyreálltak a, helyreállt a császárság, aztán utána ugye az utolsó császári dinasztia bukása után csak 40 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy megalakuljon egy új, egységes birodalom a kínai népköztársaság. Tehát az elmúlt ezer évre már egy összeérett Kína, és tud birodalomként tud nagyhatalomként működni, és valószínűleg a mostani vezetők is bele fognak tanulni abba a szerepbe, amire tehát nekik bőven van történelmi precedensük. Tehát van bőven problémája Kínának, de ezeket ismerik a kínai vezetők, és hogyha nem áll elő valami nagyon szerencsétlen kombinációja, együttállása, konstellációja, Különböző problémáknak, válságoknak, akkor valószínű, hogy ezeket a problémákat tudják kezelni. És hát a következő évek, évtizedek nem lesznek könnyűek Kínának, különösen a nemzetközi környezet az azért nem mindig lesz barátságos Kínához, de nagy valószínűséggel fogják tudni kezelni. A gondokat, és lehet, hogy nem lesz egy olyan sikertörténet a következő 40 év, mint az elmúlt 40 év. Lehet, hogy nem lesz olyan gyors a, a, a fejlődés, már nem évi, nem tudom, 14%-kal fognak növekedni, de még mindig vannak bőven tartalékai a kínai gazdaságnak is, és a kínai politikai rendszernek is, tehát a kínai népköztársasággal hosszú távon is számolni kell. Úgyhogy én megköszönöm az egész fél éves vagy. Mi volt, negyedéves vagy kétharmadéves figyelmüket. Reméljük, hogy a következő szemeszterben már élőben találkozhatunk a viszontlátásra.